Fenntarthatóság. Nagyon sokszor emlegetjük ezt a szót, de tudjuk-e, hogy mit értünk ez alatt? Mire gondolunk? És amikor erről beszélünk, akkor mindig arra gondolok, hogy az turisztikai attrakciónak a fenntarthatósága. És mi a turisztikai attrakció? Attrakció lehet egy szép kilátás mondjuk a Dunakanyarra. Az fenntartható, az ingyen van, oda megy valaki, megnézi, az látja. De milyen attrakciók vannak még? Van egy fesztivál mondjuk. Az is egy olyan látványosság lehet, az is egy olyan ökoturisztikai kihívás, vagy olyan ökoturisztikai látványosság lehet, amelyet már szervezni kell. És hogyha ezt nem szervezzük meg, akkor a fenntarthatósága az megszűnik. Így van? Tehát ilyen szempontból is kell vizsgálni. Mi még a fenntarthatóság? Az a fenntarthatóságot én azt értem, amikor üzemeltetés szempontjából mondjuk egy ökoturisztikai centrum, egy turistaháznak a fenntarthatósága. Ha ezt a turistaházat mondjuk megcsináljuk egy hegy tetején, és mondjuk helikopterrel lehet csak megközelíteni, abban az esetben nem fog találkozni gondnokot, aki ott fönn lakjon. És onnantól kezdve a turisztikai attrakciónak a fenntarthatósága megszűnik. Így van? Tehát azt gondolom, hogy ezek is nagyon fontos tényezők, hogy amikor egy-egy ilyen turisztikai attrakciót létrehozunk, akkor hosszú távon gondolkozzunk, és hosszú távon mérjük föl, hogy ez mondjuk 10 év múlva is működőképes lehet-e. A harmadik, és ami nekem nagyon fontos, és nagyon-nagyon úgy gondolom, hogy hosszú távú dolog, az pedig a pénzügyi és gazdasági fenntarthatóság. Tehát amennyiben egy évben nem termel annyit, akár támogatásokkal, vagy saját erőből, abban az esetben az a turisztikai attrakció hosszú távon, 10-20 éves táblatban nem fenntartható, ha megtermel, abban az esetben fenntartható turisztikai attrakció. Hogy is jövök én ide? Én a Budakeszi Vadasparkból érkezem, és hát engem azért hívtak ide, mert nálunk ez mi egy fenntartható attrakció vagyunk. Hiszen évről évre, mint egy non-profit Kft. Üzemelve, 1979 óta a Budai hegység egyik legnagyobb ökoturisztikai és turisztikai attrakciója vagyunk. És hát mivel foglalkozunk? Mi nekünk az egyik ilyen selling pointunk az, hogy állatokat mutatunk be, és az állatok segítségével mutatjuk be a Magyarországon élő őshonos Kárpát-medencébe betelepült flórát és faunát, a minket körülvevő természeti értékeket. És ezt mutatjuk be 40 éve. Higgyék el, nagyon egyszerű letérni erről az útról, hogy az őshonos állatokat mutassuk be, hiszen nagyon egyszerű egy cuki kis lámát beszerezni, vagy egy Bennett kengurút, de onnantól kezdve nem leszünk hűk önmagunkhoz, nem leszünk permanensen, nem lesz meg az üzenetünk, és onnantól kezdve az identitásunkat veszítjük el. Éves szinten 190 ezer látogatónk van, van nálunk egy kalandpark, egy dinópark. Én azt gondolom, hogy egy közösségi térre nőtte ki magát, ahol nagyobb családi napokat szervezünk, ilyen például a református egyház családsegítő szolgálatának 1800 fős rendezvényét szerveztük meg. Emellett elindítottunk kutatási témákat, például a vadmacska fajmentő, illetve a vadmacska kutatási programunkat a belső Pilisben. Üzemeltettünk még egy erdei szálláshelyet, illetve egy ökoturisztikai központot, a hármas határ egy kiránduló központot, ahol 4 hangár, illetve egy 50 fős turistaházat, illetve egy nagyon szép kilátót is karbantartunk, illetve gondozunk. No de, itt szoktam megkérdezni, hogy mégiscsak hogyan, honnan veszem én azt, hogy mi fönntarthatóak vagyunk. Ugye egyrésztről a pénzügyi fönntarthatóságot nagyon egyszerű, lekérek egy főkönyvi kivonatot, egy eredménykimutatást, pont ott a végén, főnökeim megkérdezik a jobb alsó sarkot az Excel táblába, és akkor láthatjuk azt, hogy ez pozitív vagy negatív. Ha pozitív, akkor fönntartható, ha negatív, akkor nem fönntartható. Fönntartható-e a látogatottság, mondjuk az elégedettségi, tehát fönntartható akkor egy attrakció, hogyha az eljövő látogatók elégedettek. Ezt többféle módszerrel fel lehet mérni, föl lehet mérni azzal, hogy kérdőívezek, de ennél van egy sokkal jobb és sokkal átláthatóbb megoldás. Google csillagozik. Bejön a látogató, kimegy, érzékeli az okostelefonján, hogy ott járt, megkérdezi tőle, hogy hány csillagosra értékeled ezt az attrakciót. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy több mint 8000 értékelésünk van, és még az a 4,7-es átlaggal járunk. Én abnak a hívő vagyok, hogy a
moderálni nem moderálunk, tehát hogy valaki egy csillagot ad, azt is elfogadjuk, figyeljük folyamatosan, tehát van egy controlling emögötte. A másik fönntarthatóság, és ebben nagyon szerencsés vagyok, hiszen három gyerekem van, és én vagyok maga a célközönség, aki ide jár, hogy a személyes benyomásaim alapján, illetve a gyerekeim benyomásai alapján jó-e ez a hely. És onnantól kezdve azt tudom mondani, hogy ha ők elégedettek, nyilván egy kicsit a büfé dínópark tengelye mozognak, de alapvetően azt tudom mondani, hogy igen, elégedettek, jó az irány. Viszont azt is meg kell nézni, hogyha mi mondjuk stagnálunk látogatói létszámban, pénzügyekben, bármiben, a környezetünkben lévő hasonló attrakciók hogyan muzsikálnak. Tehát, hogyha ők kilőnek és fejlődnek, és én csak stagnálok, akkor megint azt tudom mondani, hogy nem fenntartható az irány, változtatni kell. Tehát ez a módszerünk, mi ez alapján mérjük magunkat, és hát igazából ezt az egész módszert használva és végignézve, azt gondolom, hogy el kell gondolkodni azon, hogy mi ennek az egésznek mégiscsak az alapja. Az az alapja, és ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy látogatói pszichológia. Hiszen én bármennyire okos vagyok, és bármit kimutathatok a számokban, amennyiben a hozzám ellátogatóknak a pszichológiáját, magát a vásárlásnak a pszichológiát nem értem meg, abban az esetben hosszú távon azt gondolom, hogy a Vadas Park kárát fogja látni, és ezért szeretnék önöknek beszélni egy kicsit a Vadas Parki látogatásnak a pszichológiájáról. Hiszen minden egyes vásárlás erre épít. Hallottuk délelőtt egy jó kis előadásban, hogy a reklám és a márka és a brandnek mi a szerepe. Amikor én 2013-ban oda kerültem a Budakeszi Vadas Parkban, akkor nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy meghatározzuk önmagunkat. Volt egy erős brandünk, ugye a Budakeszi Vadas Park, aki már 30 éve ott van ezen a helyszínen, de mégis, hogy mi a mi értékünk. És az az érték nálunk az volt, hogy ez egy állatos program erdőben. Őszi-tavaszi attrakció, amikor kijövünk és jól érezzük magunkat, eltöltünk 2-3 órát családi körben. Megvan a következő szó, ki a célközönségünk? A család. Tehát a teljes attrakciót arra építettük, hogy ez egy családi program legyen, és a családok jól érezzék magukat. Tehát ezért legyen egy jó hely, kellemes. Miután ez megvolt, a marketing, bármelyik marketingesre beszélgetünk, amúgy meg fogja kérdezni, ki a célközönség. Meghatároztuk a célközönségünket, és meghatároztuk, hogy marketing stratégiát hogy építjük fel. Mirkónak újra az előadására hivatkoznék, Facebook egymás közötti terefere. Anyukák beszélgetnek, hol voltatok, ilyesmi. Tehát a marketing szempontjából nagyon fontos, hogy a hétvégi programot ki dönti el. Én nálunk, biztos, hogy máshogy ez nem így van, de nálunk a hétvégi programot a feleségem dönti el. Ő mondja meg, hogy merre menjünk. Tehát innentől kezdve mi a marketing stratégiánkat úgy építettük föl, hogy az ilyen 25 és 45 közötti hölgyeket célozzuk meg az ingyenes Facebook, illetve social media bejegyzéseinkkel. Nagyon érdekes, meg szoktunk osztani néha ilyen erdészeti témákat, egy cuki, rókás fotó az mondjuk kap 1200 lájkot, az erdészeti témájú dolog az meg kap 8-at. Abból most mondtam egy számot, de nagyjából, tehát látható, hogy a mi közönségünk nem érzékeny erre a témára. És ezért is nagyon fontos például, hogy a Budakeszi Vadas Parknak a social media felületei, azok nem egyeznek meg a Pilisi Parkerdővel, hiszen más az üzenet. A tűzifa akcióról viszonylag nehéz kommunikálni a Vadas Park honlapján. De ez ilyen. És innentől kezdve tudjuk a reklámokat célozni. Mi nem fizetünk reklámért, mi úgy vagyunk vele, hogy mi organikus úton terjedünk, mind a tévéadásokban, mind a social media felületeken. Na, eltaláltuk anyukát. Eldönti, hogy menjünk el a Vadas Parkba. Megszületett a döntés, ugye? Összeszedi a családot, kimegyünk. Apa mondja, jó. Elérkezünk egy helyre, ami egy borzasztó gonosz hely, nem szereti senki, itt mindenki panaszkodik, hosszú a sor, pénztár. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, ez van. De itt dől el, innentől kezdve van a szakmai tevékenységnek a kezében a látogató,
És itt dől el a mi tervezői munkánk, illetve a mi szakmai munkánk. Tehát itt dől el az, hogy amit kialakítottunk, infrastruktúrát, az családbaráta, az adott programunk az jó minőségű-e, az, hogy van-e baba-mama kuckó, jó minőségű-e az étkeztetés, tehát hogy a catering, finom-e a kávé, meg hideg-e a sör. Ezek nagyon fontos dolgok egy látogatásnál. És hogyha ezt egy profi igényes infrastruktúrába tudjuk végrehajtani, azt gondolom, hogy a látogatók azt fogják mondani, hogy amikor hazatértek, hogy jó ez a hely, vagy nem ez, nem volt jó a hely. És itt dől el, amikor hazatértek, hogy a pénztárban kifizetett jegynek az árérték aránya megfelele. Mert amikor hazamegy, akkor böki rá a csillagot, hogy ez most 5 csillagos volt, vagy 3 csillagos. Tehát azt kell látni, hogy egy szolgáltatás árát mindig a hazatérés után kell megvizsgálni. És hát itt van a kezünkben az a helyzet, amikor elmeséli az egyik anyuka a másiknak, hogy ú, de jó volt a születésnapi program, vigyétek el a gyerekeket ti is. Megvalósul a visszatérés. Tehát, hogyha ez a folyamat, ez a körfolyamat, a látogatás, a vásárlás pszichológiáját megértjük, abban az esetben nagyon sokat tudunk fejleszteni, és akár kicsi dolgoknak a hozzáadásával egy nagyon jó dolgot tudunk létrehozni. És hát itt kell kiemelnem még azt, hogy van a marketing tevékenység. A marketing tevékenység, a kommunikáció, az mindig ígér. De a vendéglátás és a tényleges szakmai munka nincs a helyén, abban az esetben megint nem fenntartható maga a hely, az attrakció. Én azt gondolom, hogy ha ezt a kört mindenki a saját maga attrakcióján végig gondolja, abban az esetben azt gondolom, hogy fogja tudni üzemeltetni. És hát ugye nyilván ugye az erdőnek is 3 funkciója van, még egyszer ezt felvetítettem ide a kijelzőre. 3 dologtól függ, pénzügyi, turisztikai és üzemeltetési fenntarthatóság. Én úgy gondolom, hogyha ezt a 3 dolgot egyensúlyba tudjuk tartani, ugyanúgy, mint mondjuk az erdőknél a védelmi, a gazdasági és a turisztikai rekreációs célt, abban az esetben mindenki nyerni fog. Ennyit szerettem volna erről mondani. Köszönöm szépen!